Megérkezett a hó, a Dunántúlon lassan egy egész napja havazik, az utakat viszont folyamatosan takarítják. A havas latyakos utakon így is rengeteg baleset volt napközben. Veszprém, Zala és Vas megyében várhatóan tovább havazik, majd ezért összeült a rendőrség operatív törzse is, hogy segíteni tudjanak, ha rosszabbra fordul a helyzet. Elakadt kamiont kellett menteni a Vas megyei Nádasnál. A megyében kedd reggelre több mint 10 centi hó esett. Szombathely belvárosát egész nap járták a szóróautók és a hóekésgépek. A belvárosban sávokban takarították el a járdát, hogy a gyalogosok közlekedni tudjanak. Itt kisebb megszakításokkal 24 órája esik a hó. Ez már Veszprém megye, ahol több busz is árokba csúszott délelőtt. A 77-es úton 19 utassal szenvedett balesetet egy menetrend szerinti busz, Tótvázsony közelében pedig egy üres autóbusz csúszott árokba. Sérülés itt nem történt, de a veszprémi tűzoltók sokáig a teljes utat lezárták, drótkötéllel vontatták ki a járművet az árokból. Főként a Balaton felvidéken jelentett kisebb fennakadásokat ez a havazás. Igazából itt árokba csúszott járművekhez, illetve elakadt autóbuszokhoz riasztották a kollégáimat. A beavatkozásokat minden alkalommal rövid időn belül megoldották a tűzoltók, ennek következtében komolyabb fennakadás nem történt. A 73-as úton egy kisáru szállító csúszott meg a havas úton, sok ehhez hasonló baleset történt, az autómentő szerint türelmetlenek a sofőrök. Súlyos balesetnél nem voltam kint ma, hanem ilyen koccanások meg pályaelhagyás. Tehát lecsúsznak az útról, mert sietnek. Csak azt nem tudom hova. Ilyenkor. A 82-es főúton délelőtt korlátozták a 7,5 tonna feletti teherautók forgalmát, hogy elkerüljék a kamionos baleseteket. A rendőrök állították meg a nagyobb járműveket és küldték őket kényszerpihenőre. A havazással kapcsolatos rendőri feladatokat országos szinten koordinálják, ugyanis két napig várhatóan nem javul a helyzet, folyamatos havazás várható a Dunántúlon. Szükség esetén a megfelelő forgalomkorlátozásokat azonnal bevezetjük. Kiemelt figyelemmel kísérjük az orvosi egészségügyi ellátás biztosítását. Szükség esetén rendőri segítséggel fogjuk biztosítani az esetleges elzárt utakon, vagy az elzárt településekről az egészségügyi intézményekbe történő bejutást. Az ORFK-n működő országos törzs szerint egyelőre nem volt olyan helyzet, amely komolyabb beavatkozást igényelt volna.